Ugyan nem több ezres lélekszámú a helyi horvát nemzetiségi közösség itt Mosonmagyaróváron, mégis hozzájárulnak a város pezsgő kulturális szellemi életéhez. Erről lesz szó a mai hírháttérben. Jó estét kívánok, Horváth Gábor vagyok, és köszöntöm vendégünket is, Tolnai József urat. Ő az elnöke a Mosonmagyaróvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak. Mi a titka ennek a pezsgő kulturális életnek, amit a horvátok teremtenek maguk körül, de nem tartanak meg maguknak, hanem a város közönségének is átadják és színesítik a város kulturális életét. Mi motiválja a horvátokat? Hát tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit. Talán visszamennénk az emlékekben, ugye a Magyarországi Demokratikus Délszláv Szövetség, a Horvát Szövetség 1990. januárjában alakult, egészen 1994-ig, ugye akkor nem csak kultúrával, oktatással, hanem politikával is foglalkozott. Ez 1994-ig volt, és 94-től alakult meg a Magyarországi Kisebbségi Horvát Önkormányzat, amely már csak kultúrával foglalkozott. Ugye Magyarországon a horvátok a 14-től 17. századig a törökök elől menekülve jöttek át Magyarországra. Ez körülbelül 7 régió, 7 megyében nagyjából tevédik össze. Vannak a gradiscei horvátok, ami Győr-Sopron megye, és akkor vannak a Somogy megyei, Zalai, akkor a Baranyai, és ugye a Dunamenti horvátok, Baja környékén. És hát azt is tudjuk, hogy valamikor ugye 8 nyelvjárás volt Magyarországon, és ahhoz, hogy elkezdett dolgozni az horvát kisebbségi önkormányzat, megalakultak lassan a kisebbségi önkormányzatok, és hát Mosonmagyaróváron sajnos csak 2002-ben jött létre az önkormányzat, akkoriban még hát ugye azt akartuk, ugye, hogy hát régen ide a munka miatt bevándorolt a szülőfalujukból ide jött dolgozó emberek Kimléről, Bezenyéről, ugye itt alapítottak családot, és hát itt kezdtek dolgozni, hát de nem volt semmilyen különösebb kapcsolatuk az itt lévő horvátokkal, csak hát amikor voltak valamilyen kulturális események, vagy elmentünk Kimlére, vagy elmentünk Bezenyére. Hát nagy nehezen azért 2002-ben ugye itt is megalakult a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, és akkor kezdett a önkormányzat igazából verbulálni és megkeresni a horvát családokat, hogy igen is, itt is, Mosonmagyaróváron is legyen kulturális, hogy mondjam, résztvevője a Mosonmagyaróvárnak, és hát segítséget kértünk a szülőfalunktól a induláskor, hogy mik azok a feladatok, hogy mik azok a kulturális lehetőségek, amit egy városban ugye meg lehet csinálni. Közben megalakult 2003-ban a Magyarországi Gradiscei Horvátok Egyesülete Mosonmagyaróváron is, nagy létszámmal, tehát a teljes önkormányzat, aki akkor jelentkezett, az egyesületben is részt vesz. És hát ugye 2002-től 2006-ig csak úgy magunknak énekeltünk, ugye idegenben nem igen hívtak meg bennünket, mert nem volt még énekkarunk, nem volt még zenekarunk, csak saját magunknak énekeltük, bár részt vettünk nem csak a szülőfalunkban lévő eseményekre, hanem elkezdtünk járni a többi horvát faluba, így Kópháza, Und, Sopron, Felsőcsatár, és még sorolhatnám. És akkor, amikor én 2006-ban nem csak egyesület elnök, hanem én lettem az önkormányzat elnöke is, megalakítottuk az önkormányzat énekkarát, ami ugye nem abból áll, mint a többi óvári kórus, hogy kiválasztott emberekből, hanem aki a horvátnak érezte magát, az mindenki énekeljen. Tehát közös énekeket, mindazokat a énekeket énekeltük, hát amit tanultunk még gyerekkorunkban a falunkban, és hát akkor jött szóba, hogy hát kellene valami komolyabb, hogy mondjam, tanulást is végezni, hogy hát valahol föl tudjunk lépni. Hát akkor kerestük meg Kis Veronika tanárnőt, aki a Újhelyi Miklós ének tanára volt, és akkor szívesen fogadott bennünket, és elkezdett bennünket igazából kutya szerint tanítani, hogy máshol is felléphessünk. És ez meg is történt, sőt, már akkor 2006 karácsonyán, ugye azt el kell mondanom előre, hogy
az országos horvát önkormányzat egy olyan kéréssel fordult az önkormányzatokhoz, hogy időben jelezzék év elején, mik azok a programok, amelyeket részt szeretnének venni, vagy ne keresztezzék egymást, mert ugye ilyenkor adventkor mindenhol, minden faluban, főleg faluhelyeken, templomokban vannak az adventi, karácsonyi hangversenyek, és mi is, hát ahogy először mindig első vasárnapján, decemberben, vagy szombatján jelöltük meg ezt az advent ünnepségünket, amit nagyon jól sikerült. Igaz, hogy akkor még fehérünk, hogy mondjam, fekete nadrágban volt, még nem volt nemzetiségi ruhánk, ugye, és akkor kezdtünk kutakodni, hogy mi is legyen, vagy hogyan. Hát még akkor nem volt különösebb, hogy mondjam, erőforrásunk, hogy olyan stilizált ruhákat csináljunk, ami hát hasonlít a régi, hogy mondjam, falubeli hagyományokhoz, népi hagyományokhoz. Csak aztán mégiscsak maradtunk valamilyen, hát nem olyan különleges, de azért nagyon helyes kis népviselő ruhát, és hát már következő évben, 2007-ben már voltunk fellépni Kimlén, voltunk fellépni Bezenyén, ugye, hát mégis azok a szülőfalunkban már azért elfogadtak bennünket. Pontosan ez lenne a kérdés, hogy a Moson-Magyaróváron évszázadok óta nem élnek horvátok, legalábbis tömbben nem, hiszen a környező települések, tehát Horváth Kimle, illetve Bezenye az, ahonnan tulajdonképpen a Moson-Magyaróváriaknak a közvetlen ősei származnak. Milyen a kapcsolat? Itt már hallottuk, hogy azért voltak segítségek az induláskor. Ugye hát rokoni szálak összefűzik akár Kimléhez, akár Bezenyéhez, de Kimléhez és Bezenyéhez, tehát a bezenyei származású horvátokat is fűzik már kapcsolatok Kimléhez, és a kimlei származású, de már Moson-Magyaróváron az igazság, is hogy Bezenyéhez, vagy van esetleg? Hát az az igazság, hogy 2007 óta én arra törekedtem, hogy amikor megrendezzük a különböző rendezvényeinket, akár az nagyszerű adventi kulturális nemzetközi találkozót, ahol külföldiek is részt vesznek, a kimleiek és a bezenyeiek mindig részt vesznek. Tehát én arra törekedtem, hogy a kimlei énekkar, a kimlei zenekar, vagy akár az óvodások, vagy iskolások felváltva mindig szerepelnek nálunk az adventi műsorunk, de más rendezvényeken is. Tehát nagyon szoros kapcsolatunk van a kimlei óvodásokkal, iskolával, a bezenyei iskolával, úgyhogy bármilyen olyan rendezvényünk valahol gyerekek föléphetnek, akkor ők föl is lépnek, és ezt mi is tovább szeretnénk hát folytatni. És hát ugye ennek elég nagy bajunk van, hogy Moson-Magyaróváron sajnos nem tudtunk olyan kapcsolatot kialakítani az iskolákkal, amely hát mondjuk horvát nyelvet tanítanának, de hát próbálkozunk. Ugye minden évben rendezzük a horvát nyelvi tanfolyamokat, megrendezzük, ahol most már nem csak a Moson-Magyaróváriak, hanem a itt lévő idegenek is, üzletemberek is részt vesznek ebben a nyelvi tanfolyamokon, sőt, akadémiára is vannak, akik jelentkeztek horvát nyelvtanfolyamra, nagyon örülünk. Ez is egy bizonyos, hogy előrelépés olyan szempontból, hogy a horvát nyelvet megismerjék. Ugye említette, hogy a horvátok ősei főleg a török elől menekültek, és akik idejöttek gradisztjai horvátok, ők az 1493-as korbáviai török vereség után vándoroltak el. Ugye két irányba mentek, Magyarország felé, Itália felé. Nem bánták meg, hogy az önök ősapái idejöttek, nem Itáliába mentek? Hát ezt nem mondom. Hát ez egy érdekes dolog, mert én olvastam régi kutatásokat, és ugye horvátok lényegében igazából nagyon sokan a gradisztjai horvátok Szombathely környékén telepedtek meg, ott hét vármegye volt, és azt is tudni kell, hogy a horvátok igen, hogy mondjam, nagy keresztények. Tehát őket mindig összetartotta a kereszténység, a hit és a nyelv. De hát volt egy szomorú eset a Trianon, ugye azt tudjuk, amikor a Hétvármegye Burgenlandba került, vagyis a osztrák területre, azt is meg kell mondanom, hogy a Burgenland magyar neve Gradisztje. Hát innen kapta a Győrsoprendje a Gradisztjei horvátok nevet. Ugye mindig szokták mondani, hogy van egy hűségvárosa a Sopron Magyarországnak, de van nekünk egy hűségfalunk is, Szentpéterfa,
aki 1923-ban került vissza Magyarországra, és ők megtették azt, hogy szervezkedtek összes környékbeli városvalukat, hogy mondjam, mozgosították, hogy vissza akarnak kerülni Magyarországra, ezért hát őt is a Hűség falujának nevezzük. Végül is ő egy igazi horvát falu, ami hát nem nagyon, hogy mondjam, magyarosodott el, ő még tehát tisztán, aztán ugye meg oda országot csak bemérte, tovább nem megy. Ezt komolyan mondom. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a régió, például az én nagypapámnak az édesapja Zádár környéki volt. Zádár környéki volt, ugye van édes fiam, visszament a családfával, és én nagyon örültem neki, hogy mégis van horvát beütésünk, és hát így vannak a kínaiak, hogy mondjam, nagyon-nagyon nagy kulturális életet éltek valamikor a háború előtt, és édesanyám is állandóan játszott a színdarabokban a háború előtt, és hát ugye háború után kicsit ez nehézkes volt, mert ugye azért más körülmények voltak, ugye, és azt is el kell mondani, hogy akkoriban, a Trianon után ugye a jobbágyok maradtak itt. Jobbágyok, a kisiparosok, meg a különböző kereskedők, azok azért elmentek Magyarországra, azok átkerültek Burgenlandba sajnos. De hát a igazi horvátok, akik máma is azt lehet mondani, a magyar államnak az egyik oszlopos tagjai, azért itt maradtak Magyarországon, és helyt álltak a munkában. Milyen a kapcsolat az anyaországgal? Ugye hát a délszláv háború idején akkor nem nagyon lehetett közvetlen kapcsolatot teremteni, vagy nehézségbe esett. Manapság mennyire tartják a horvátok, mármint hogy a horvátországi horvátok azt, hogy hát, itt én, élnek rokonaik? Lesz. Hát én elmondhatom, hogy ugye nekem, amikor elnök lettem, akkor több, hogy mondjam, az ember mindig, ami cél tűz ki maga elé, és nekem első célom az volt, hogy először, hogy magát az énekkart bevezessen olyan szereplésekbe, hogy meglátogatjuk a többi horvát falut, sőt, Szlovákiában jártunk többször, Ausztriában többször felléptünk, úgyhogy amikor már megyét túlléptük, ugye akkor kerestük a kapcsolatokat az alemegyei. Voltunk tavaly előtt Zala megyében is, egy horvát faluban, akkor voltunk Somon megyében, Nagykanizsa környékén, és nemrég voltunk két éve, vagy tavaly voltunk a Baranya megyei horvát önkormányzat meghívására voltunk Pécsen. Azt tudni kell, hogy a Pécsen van az ország egyik, ugye a legszebb gimnáziuma, iskolája, most adták át az új 90 személyes óvodát is, és nagyszerű kollégiumot is építettek, és ott van a horvát konzul is. Ott van, úgyhogy ott voltunk, úgyhogy keresik a kapcsolatokat. Nagyon jó kapcsolatunk van, ugye nem csak a szülőfalunk, a Kimlével, meg Bezenyével, hanem a Kópháza, Undi, Soproni, Felsőcsatári, meg sorolhatnám, főleg a szombathelyekkel. Horvát önkormányzata nagyon szoros kapcsolatunk van, ugyanúgy Bara megyében, Pécsen, Nagykanizsán, Baján, Barcson. Ugye ez mind ez volt a második, hogy mondjam, választás utáni, hogy mondjam, nagy erőlépésünk, hogy ezt tűtté célul, hogy megismerkedjünk a többi megyebeli horvátokkal, nem csak Gradiště, hanem legyen akkor a többi. Ugye, mert azt tudjuk, hogy Magyarországon többféle horvátok vannak, ugye 7 megye, ugye vannak a sokácok, akkor kakályok, meg különböző lácok, ugye a 7 vármegye, vagy a 7 megye eloszlásában főleg, de ugyanúgy vannak Budapesten. Például a budapesti 15-ök előttel van egy, már 2003 óta, december 6-a óta van egy szerződésünk, amiben mindenben segítjük egymást. Kulturális téren, oktatási ismerettségen, a külföldi ismerettségek, hát ha ők hívnak meg, mint a horvátországi vendégeket, ugyanúgy minket is meghívnak. Tehát van ilyen kapcsolatunk. Nemrég voltunk most velük a Gericán is, Horvátországban, meghívtak bennünket. Hát ugye mi kicsit messze vagyunk, ugye könnyebb helyzetben vannak mindazok a faluk, akik ott a Dráha mentén vannak. De azt el kell mondom, mert ne felejtsem, hogy részt veszünk mindazokon a zarándokon, ami volt Felső-Szentmártonban, Alsó-Szentmártonban, a Dráha mentén,
ugye, amik volt tavaly, részt vettünk ezen, ahol a drávamenti horvátok a túloldalról is, meg innen is részt vettünk, több ezren voltunk, úgyhogy ugyanúgy Kőszegen is részt vettünk, ahol az ausztriai horvátok részt vettek, mi is részt vettünk ezen az arándokon. Ez mind közelebb hozza az embereket, vagy most harmadszor rendezték meg a harmadik vását, horvát vását, ugye 2011-ben volt Kapuváron, akkor Oberhofban volt, Ausztriában 2013-ban, tavaly meg Pozsonyban volt, hát most, hogy 2017-ben hol lesz, azt még ugye nem döntötték el, hogy hol lesz. De akár itt is lehet. De igen. Akár itt is lehet? Hát, hogy most, majd ezt el kell mondanom még, ugye, hogy el ne felejtsem, hogy amikor most voltam a megyei horvát bálon, Undiakon rendeztek, Soporodpácson, ott az országos vezetők fölkértek, hogy több mint valószínű, hogy jó lenne, ha Mosonmagyaróvár rendezné meg jövőre, 2017-ben az országos horvát napot. Az idén Nagykanizsán lesz, ugye azt mindig egy év előtte, áprilisban megbeszélik. Én már felvettem a kapcsolatot a polgármesterrel, hogy mit szólnához. Ott 2000 horvát összejön. Ugye, hát mondjuk messze vagyunk, de ugye amikor... Hát azért van Nagykanizsa sincs közel, mondjuk hozzánk. Ott, ja, csak hát ugye ott többen vannak, mert ugye amikor Pécsen voltunk, itt ott voltunk 3500-an. Ugye Pécs azért mégis könnyebb világváros, ugye hatalmas nagy kulturális központ, ahol eltértünk. Ugye ennyien, de most már maximálták a létszámot, mert azért annyi embert nem lehet, ugye, bár most voltunk Felsőszentmártonban, most novemberben, akkor tartották tavaly az országos horvátnapot, ott is voltunk több mint 2000-en. Úgyhogy... Látható akkor, hogy pezsgő a kulturális élet, nem csak itt, hanem a gradistei horvátok itt a térségből szívesen elmennek hát az ország igen. más pontjára is. Sajnos most csak ennyi fért a műsoridőnkbe. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, és egy kicsit bemutatta, hogy milyen érzés horvátnak lenni, és miért jó a horvát közösséghez tartozni. Kedves nézőinknek pedig a figyelmet köszönöm, meg ez volt a Hírháttér itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. Nézzék továbbra is műsorainkat. Viszontlátásra!